magyar, híg a haza, itt az idő, most vagy soha. Március 15-én egy téges ilyenkor sokszor lehet hallani televízióban, rádióban, Vargon Miklós a nemzeti dal, a Tolcsai lesz. Így van. Tolcsai legyen. Tehát, kiálltam, így van. Ez a könnyen fix a tudod, ki zenésítette meg? Nem. Tolcsvai László írta a zenét, és a szöveget tudod, hogy ki írta? Nem tudom. Petőfi Sándor. Nem tudom, tudja, hogy ki zenésítette meg egyébként? Tolcsvai László volt, aki a zenéjét írta, és ki írta a szövegét? Nem tudom. Uh-huh. Fogalmam sincs. És a dallamát is fel tudod ítézni? Nem tudom felítni. A magyarok istenére esküszünk. Nem. És a szövegét tudod, hogy ki írta? Nem tudom, a szövegét létszik, köszönöm. Petőfi Sándor. Most pillanatnyilag nem tudnám megmondani. Tolcsvai László írta a zenét, és ki írta a szöveget? Mármint a nemzeti dalt, Petőfi. Nem. Tolcsvai László egyébként, kicsit hasonlít a magyar rockoperákra a zenei világa, a szöveget tudod, hogy ki írta? Nem. Jó. Petőfi Sándor. Uh-huh. Nem. Tolcsvai Lászlónak hívják, és ki írta a szöveget? Nemzeti dal, Petőfi. Tehát, nem igazán. Nem. Nem is hallod, de nem is ismeritek? Vagy így nincs a fületekben? Takra magyar, mi a haza? De úgy, így megvan, igen. Na, és tudjátok, hogy ki zenésítette meg? Igazándiból az lenne a kérdés. Nem. Tolcsvai László, és ki írt a szöveget? Nem tudjuk. Szerősi Béli. Nem, Tolcsvai László. Aki csak ilyen rockoperás filmje van a dolognak. És ki írt a szöveget? Így van. Petőfinek a nemzeti. Így van, igen. Tolcsvai László. De is felítek a dalt. Hallottam már, de nem gondoltam. És ki írt a szövegét? Petőfi Sándor. Varga Miklós által énekelt nemzeti dalt. Tudja, hogy esetleg kizenésítette meg? Tolcsvai László, kicsit ilyen rockoperás. És a szöveget ki írta? Tolcsvai László, és ki írt a szöveget? Petőfi Sándor. Beugratott. Köszönjük szépen. A Varga Miklós féle nemzeti dalt ismered egyébként a nótánkat? Tudod, hogy esetleg ki zenésítette meg? Tolcsvai Lászlónak hívják, és tudod, hogy ki írt a szövegét? Petőfi Sándor. Ja, úgy igen, de... De épp a Tolcsaival láttam a valamelyik adóban pont a nemzeti dalhoz. Azt hiszem valami talán jubileum, nem tudom hány éve, 70-valahányban írta, és aztán a 80-as években már ugye játszották, akkor már lehetett jobban. Nem. Tolcsvai László írta a zenét, és ki írta a szöveget? Nem tudom. Petőfi Sándor. Jaj, ne! Ezt akartam mondani.